Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Új versenymezekkel és nagyszerű eredményekkel kezdték a 2016-os szezont a Kistelki Hétkerék Egyesület tagjai. A szegedi versenyről, illetve annak különlegességéről Sándor Attilát és Kalapács Anettet kérdeztük. Szezonnyitó Decathlon Dome kupán vettek részt múlt hétvégén a Kisteleki Hétkerék Egyesület tagjai. Mitől volt különleges ez a verseny, illetve milyen eredmények születtek? Ez egy rendhagyó verseny volt, ugyanis a megszokottól eltérően Decathlon támogatásával ügyességi versennyel kezdtünk, és ezután vonult át a csapat a pláza háta mögött lévő gyorsasági versenypályára, ahol a szokásos hosszú, rövid és közép távok, majd a váltók kerültek megrendezésre. Nagyon szép eredményekkel zártunk, és nagyon sok versenyzővel érkeztünk a versenyre, ugyanis a tavalyi 6-7 versenyző ellenére egy 18 versenyzővel állt rajthoz a Hétkerék Egyesület. Ebből 4-en voltak minikorcsoportban. Bálint Zsófi a 4., Horváth Ajsa a 6., Mészáros Gréta 7., Bárdos Botond a fióknál pedig 6. helyezést ért el. Az első osztályosok versenyében Kis Hanna 4. helyen, Kovács Dorottya Regina pedig 7. helyen ért célba. Nagyobbaknál is szoros verseny volt, ott az S korcsoportban 3 csajszi állt rajthoz a hétkerék színeiben, Paragi Dorka, Jenei Evelin és Bálint Janka, aki 10, 11 és 12. helyezést szerezte meg. A fiúknál volt a legnépesebb mezőny, ott 18 versenyző indult, ezek közül Nagy Kristóf 10. és testvére Nagy Vilmos 12. helyen végzett. Abonyi Csenge Sára és Kovács Réka a junior D korcsoportban 2. és 3. helyet szerezte meg. A nagyobb lányoknál Nagy Violetta Milla 3., Bitó Szilvia pedig 4. helyen végzett. Itt kiemelném, hogy a lányok nagyon szépen taktikusan versenyeztek, és sikerült megszorongatni a tatabányai versenyzőket, úgyhogy remélem, hogy a következő versenyen már az 1. és 2. helyre várom őket. A nagyobbaknál itt még Mészáros Dorka is rajtozált az első napon, ő 6. helyet szerezte meg. Gyalai Evelin a kadett korcsoportban 1. helyen, és Mészáros Barna Vajka a junior B-s korosztályban is 1. helyen végzett. Rajtozált 4 váltónk is. A kicsiknél a lányok 3. helyen végeztek, Jenei Evelin, Kis Hanna és Bálint Janka váltója, Abonyi Csenge, Kovács Réka, Paragi Dorka váltója pedig 2. helyen végzett. A C és kadett korcsoportban Bitó Szilvia, Gyalai Evelin, Nagy Milla 1. helyen végeztek, a fiúk pedig Nagy Vilmos, Nagy Kristóf, egy szegedi kislánnyal 3-asban a 4. helyen végeztek a fiúk között. És meddig tartott erre a verseny a felkészülés, illetve hogyan készültetek fel rá? Hát még ez volt ugye az első verseny, úgyhogy az alapozás időszak végén vagyunk pont. A versenyre annyira kimondottan nem készültünk, ez csak egy ilyen felkészülési verseny számunkra, ugyanis a későbbi versenyekre van csúcsforma időzítés. Alapozás volt a tornateremben, és már 3 edzésen vagyunk túl a kinti pályán. Új év, új szezon. Hogyan indul a 2016-os év az Egyesület életében? Verseny szempontból, mint ahogy azt elmondta Anett is, mindenféleképpen nagyon sikeresen. Ez a 18 fő, ez nagyon soknak számít, akik az országos versenyen ott tudtak lenni, és ilyenkor mindig ki kell emelni azt, hogy sok kicsi van a csapatban, ugye óvodások vagy éppen alsó tagozatosok, ami azt is jelenti, hogy egy nagyon jó utánpótlás bázis is van az Egyesület mögött, nem beszélve arról, hogy nagyon ügyesek a gyerekek, a lányok és a fiúk, és nagyon nagy küzdelemeket vívtak a versenyen is. Tehát az mindenféleképpen fontos, hogy a kicsik azok ilyen sikeresek voltak, nem csak az, hogy a nagyobbak, a rutinosabb versenyzők is szép eredményeket értek el. Tehát az egy nagyon jó dolog, hogy
az év elején már egy ilyen sikeres versenyen lehetett indulni, és ahogy nyilván Anett is elmondta, hogy ennek van azért ez egy előzménye, nem csak az alapozás, hanem a tavalyi esztendő is, hiszen a gyerekek már a tavalyi évben is elég sokat koriztak, illetve elég sok edzésen vannak túl, télen nyilván a teremben lévő lehetőségeket használták ki, illetve az idén egy, azt mondom, hogy európai színvonalú felkészülésnek is sikerült megteremteni a feltételeit itt Kisteleken, hiszen bosulabdákat használtak már az edzőteremben, hatalmas tükrökkel figyelték, hogy milyen mozgásuk van, és azt gondolom, hogy ez az alapozó felkészülés ez olyan szintű volt, hogy bárhol az országban megállná a helyét. Szintén ki kell azt emelni, hogy az Egyesület sikeresen gazdálkodik, most úgy néz ki, hogy ezt már ki lehet jelenteni köszönhetően ezt annak a támogatásnak, amit az önkormányzattól is kapunk, nyilván ez az alapja, és ezt lehet pályázati úton meg sokszorozni, hogyha ügyesek vagyunk. Most ezt sikerült, és örömmel tudom azt elmondani, hogy az Egyesületünk minden versenyzője új mezben, szakszóval, futóruhában léphetett pályára itt a szegedi versenyen. Erről azt kell tudni, hogy saját tervezésű a futóruhánk. Mi készítettük el azzal a szakemberrel, azzal a céggel, aki az összes ilyen jellegű futóruhát is tervezi, és mind kinézetében, mind pedig anyagában, megjelenésében valóban egy európai szintű lehetőséget tudtunk biztosítani a gyerekeknek, a versenyzőknek ahhoz, hogy ők a pályára fel tudjanak menni, és tényleg azt mondhassam, hogy a legszebbek nem csak között vannak, hanem nyilván nekünk ők a legszebbek. Ez azért is fontos, mert a közeljövőben ugye folytatódik az országos versenysorozat, májusban Tatabányán az országos diákolimpiával, majd az országos GP következő állomásaira kerül sor, és hát az idén tervben van az is, hogy az Egyesület tagjai egy külföldi versenyen vesznek majd részt, hogyha ennek az anyagi és egyéb feltételei összeállnak, és nyilván akkor már büszkén tudnak megjelenni abban a futóruhában a gyerekek, melyen nem csak Kistenek címere, hanem a nemzeti színű trikolór is rajta van. És mik a tervek a közeljövőben? Szeretnénk részt venni az idei diákolimpián, ami májusban kerül megrendezésre. Utána még van több országos verseny, és terve van véve egy edzőtábor, majd az országos bajnokság. Az egyik legfontosabb, hogy a lehető legtöbb versenyre el tudjanak a kicsik is és a nagyok is utazni. Nyilván ennek az anyagi és egyéb feltételeit igyekszünk megteremteni. Ebben nagyon sokat segítenek a szülők is. Itt is nagy köszönet minden szülőnek azért, mert akár a felkészülés során, akár pedig a versenyzés során azt a hátteret biztosítják, gyerekeket elhozzák, elengedik, ott vannak, szurkolnak, tehát maximális köszönet ezért nekik. A másik, amit nagyon szeretnénk, hogyha nemzetközi versenyre kijutna a csapatunk, vagy a csapatunknak legalább egy része. Nyilván tervezünk az idén is itt Kisteleken megyei gyorsasági görkorcsolya versenyt, amennyiben tudunk csatlakozni az augusztus 20-ai városi programhoz, akkor ennek nagyon örülnénk, hogyha nem, ez nem sikerül, akkor pedig egy teljesen önálló rendezvényt, a hétkerék kupát fogunk megrendezni, ugyanúgy, ahogy a tavalyi esztendőben is ezt sikerült lebonyolítani, illetve nem csak klasszikus edzőtáborban gondolkodunk a nyáron, hanem egy olyan nyári táborban is, egész pontosan kettőben, a nyár elején és a nyár végén, ahol nem csak az Egyesület korisai korcsolyáznak és gyakorolnak és készülnek fel a versenyekre, hanem ahová jöhetnek azok a gyerekek is, akik szeretnének megtanulni korcsolyázni, vagy éppen azok a gyerekek, akik már tudnak korcsolyázni, de egy klasszikus nyári táborba szeretnének részt venni a kapcsolódó fürdőzéssel, az ebéddel, a bohóckodással, játékkal és a nagyon sok korcsolyázással, hiszen fontos az, hogy a nyári táborok is alapvetően arra épülnek majd, a jó kedv és a szórakozás mellett, hogy az Egyesületnek az utánpótlás bázisát tudjuk bővíteni, illetve a versenyzőknek
biztosítsuk a felkészülési lehetőségeket. Nemrégiben zárult a Kistelki kábelgyár 12 milliós eurós fejlesztésének első szakasza, melynek alkalmából nyílt napra került sor a gyár területén belül, illetve a sajtótájékoztató után stábunknak lehetősége volt interjút készíteni a vezérigazgatókkal, illetve Kistelk polgármesterével is. A most következőkben ezeket az interjúkat tekinthetik meg. Az imént ért véget a Kisteleki kábelgyárban a sajtótájékoztató, valamint a gyárbejárás a sajtótájékoztató előtt. Nagy Sándor Kistelek polgármestere is felszólalt. Őt kérdezem, hogy miért jó a városnak a kábelgyár működése, illetve a jelenlegi fejlesztés? Csak nézzük meg ezt a rendezvényt. Az előbb gratuláltam épp az olasz vezérigazgatónak, és azt gondolom, hogy minőségét, külcsínyét tekintve bárhol lehetne a világon. Nem Kisteleken, bárhol. Akkor, ha csak ezt a rendezvényt nézném, akkor mi ne lehetnék büszke arra, hogy ez éppen Kisteleken van, több mint 10 országból vannak jelen, itt volt az olasz-magyar nagykövet, egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő az olasz-magyar befektetések körében is ez a fejlesztés, amit itt csinálnak. Tehát ha csak ezt nézzük, akkor végtelen büszkeség. Az, hogy miért és mit jelent ez a városnak, az egy más történet. Szerintem a mai világunkban a legfontosabb és egy településnek a fenntartatósága, a jövőképe attól függ, hogy körbeveszi-e őt valamiféle gazdaság, valamiféle olyan jövőkép, ami az itt élőknek is jelenthet valamit. Én azt gondolom, amikor egy világcég, nyugodtan mondhatok egy világcéget, idehoz egy olyan fejlesztést, olyan jövőképet, ami egyébként hosszú távra biztosít itt egyébként munkalehetőséget, gazdaságfejlesztést, és egyáltalán adót a városnak, akkor ez egy nagyon fontos momentum. Ugyanakkor meg ma például, meg tegnap is egy 4 szemközti beszélgetésem voltam igazgató úrral, illetve a kabinetfőnökével, hogy miért van az, hogy mégis fölvesznek 30 embert, és abból csak 1-2 marad fönn. Ez egy más történet, és ezt nem is szeretném kifejteni, de azt látom, hogy a jövőt illetően, akár a jelenlegi bérszinteket nézve, vagy bármi egyebet, biztos vagyok benne, hogy ez a fejlesztés már egy olyan, ami el kell, hogy bírjon egy magasabb kvalifikált dolgozói réteget, és magasabban megfizethető dolgozói réteget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kistelekieknek, a kistelek és környékén élőknek valószínűleg kapunk ezzel egy olyan új munkalehetőséget is, ami már jobb lehetőséget biztosít, mint a mostani. Milyen az együttműködés a kisteleki kábelgyár, valamint Kistelek városa között? Nagyon érdekes, és a válasz nem könnyű, hiszen kevés olyan befektetés, beruházás van, ami alapjában egy külföldi tulajdon. És ha bevallom őszintén, van kapcsolat az itteni vezetés és az itteni dolgozók között, itteni vezetők között, de mégis amiatt, hogy egy külföldi tulajdonú, szigetszerű történet, a mindennapi viselkedésében is egy kicsit szigetszerű volt a többi kis- és középvállalkozással szemben. Azt gondolom, hogy történt az utóbbi időben azonban egy fontos áttörés. Komoly kapcsolatot létesítettem én is az olasz vezetőkkel. Többször voltam bent Budapesti irodában, többször meghívtak közös fejlesztési elképzelésekre. Heti kapcsolatban, majdnem napi kapcsolatban vagyok Bereznai úrral, a helyi igazgatóval. Amikor azt nézzük, hogy egyébként hogyan tudjuk azt a közös célt létrehozni, ami egyébként ennek a gyárnak, ennek a gazdaságfejlesztésnek a jövőképét jelenti. Csak apróság. A mai rendezvényre mi is úgy készültünk, hogy az autópályáról idáig a fű az legyen nyírva. Fölajánlottuk azt a lehetőséget, hogy egyébként igaz, hogy fizetnek is érte valamennyit, de a gyáron belül idejövünk, és kvázi a mi lehetőségünk szerint rendet teszünk. Füvet nyírunk, szemetet elvisz, stb. Ezek apróságok. De az a gesztus, hogy van egy közös érdek, és abban ki milyen téglát tud magához tenni, az szerintem nagyon fontos. Beszélünk arról a jövőképről, amiért például tegnap előtt voltam a belügyminisztériumban, ahol beadtam miniszter úrnak egy olyan mintaprojektre javaslatot, ahol szeretne a város megvalósítani, nevezzük munkásszállónak. Hogyan tudjuk egyébként azt a űrt kiküszöbölni, hogy létrehozunk egy infrastruktúrát, és akár a messzebbről, vagy nagyisten külföldről itt dolgozni akaró vendégmunkásnak, munkásnak, majd vagy később családnak lehetőséget adjunk az induláshoz és a boldoguláshoz. Lehet, hogy annak csak, bocsánat, a 300-ból 12 dolgozik majd a kábelgyárba, de ez is egy apróság, ami az a gesztus, az együttműködés, amiben fontosnak tartjuk mindketten, hogy az a fejlesztés
ami egyébként 2020-ig elég markánsan meg lett fogalmazva, az valóban elérhesse célját. Tehát ezek most csak egy kis nyuansznyi kiragadások abban, amikről itt beszélgettünk, de most már én azt gondolom lényegesen jobb együttműködés van, lényegesen több együttgondolkodás van a város és egy nagy világcég között, amit jelen esetben a Kisteleki Kábelgyár képvisel. A Kisteleki Kábelgyárban átadnak egy új részleget, illetve más fejlesztések is történnek, történni fognak majd. Mik ezek a fejlesztések pontosan? A Kisteleki Kábelgyár idén 40 éves, és 2 éve döntött úgy a cég, hogy fejleszteni fogja. Az elmúlt időszakban alapvetően PVC-típusú kábeleket gyártottunk, és tavaly elkezdtünk gumi szigetelési kábeleket gyártani, illetve az idén tervezzük, hogy tűzálló kábeleket is fogunk gyártani a különböző piacokra. Az új fejlesztések Kisteleken, illetve a kistérségen lakóknak esetleg új munkalehetőséget is biztosítanak? Igen, mint a gépkezelői munkakörben, mint a irodai, mérnöki munkakörben keresünk új munkatársakat. Ez az aktuális piacigénytől függően 50 és 100 ember között van. A gépkezelők esetében, a mérnökök esetében pedig pillanatnyilag 5 fő mérnökről beszélünk. A gyárban készült kábelekkel a hétköznapokban hol találkozhatunk? Mi elsősorban a volumenünk nagy részét azt az iparnak gyártjuk, például a Németországban a gépgyártó cégeknek, de a háztartásokban is fel lehet fedezni ezeket a kábeleket, aki kertesházban lakik, a fűnyíró, hosszabbító kábel például, de általában ilyen kábelekkel van a porszívó, a televízió, a hűtőgép bedugva a konnektorba. Az imént ért véget a Prismian csoport Kisteleki telephelyén a sajtótájékoztató és a gyárbejárás. Szó volt róla, hogy a gyár egy új részleggel bővült, és különböző fejlesztések zajlottak itt. Ez a fejlesztés milyen hatással lehet Kistelek városára, az itt élőkre? What effect did this development had on Kistelek and its residents? Okay, so Prismian decided to invest here in Kisteleq because we wanted to create a center of excellence for the production of flex cables, which means the standard, we can say, product that already has been able to produce in Kisteleq, but at the same time also to introduce a new type of production for Kisteleq that are the rubber cables. For this reason, having here already this type of production, we wanted to extend the type of the products that we are able to do and to reinforce the size and the dimension of the Kisteleq production team. Magyarországon 2 gyáregysége van a Prismian csoportnak. A fejlesztést illetően miért éppen Kistelekre esett a választás? There are 2 factories in Hungary, 2 plants. Why did you choose Kisteleq for the developments? As I said before, we choose Kisteleq because in this factory we have a type of segment of products that are the ones asked from the European market, which mainly asking for low voltage connection cable and also for instrumentation and control. So we needed to reinforce the segment of Kisteleq for the rubber cables, which means cable for the industrial application. So this was the decision that we made, reinforce the product produced in Kisteleq in order to being able to create this center of excellence for the production of the cables used in the industry, which means all the European industry. Milyen egyéb fejlesztések várhatóak a közeljövőben a mostani fejlesztéseken túl? What kind of developments do you have planned for the future? We want to continue to grow in Kisteleq for sure because we recently bought more or less 100,000 square meters of land close to our factory. And what we would like to implement is to continue with another type of PVC cable and also to being able to be independent for the rubber cables. Because in this moment we are receiving our raw material, that is the compound, the rubber, from another affiliates of the group. And we want to have here the production of the rubber compound. And then maybe in the future it could be also for further step of development with also PVC compounding and so on.
Jó napot kívánok, Gubáné Jó Enikő, címzetes rendőrőrnagy vagyok, és a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén történt eseményeket fogom ismertetni. A közutakon ismét nyugodtan teltek az elmúlt napok, hiszen közúti közlekedési baleset illetékességi területünkön nem történt. Szomorúan kell azonban tudomásul venni, hogy a bűnügyi osztály két olyan esetben is vádemelést javasol, amely a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények körébe tartozik. Az emberi méltóságot súlyosan sértő és megalázó, esetenként erőszakos magatartást tanúsított az az opusztaszeri férfi, aki volt feleségével és kiskorú gyermekeikkel közösen használta a családi házukat. A megfélemlített asszony volt férjével szemben joghatályos magánindítványt terjesztett elő. A férfi cselekménye alkalmas, kapcsolati erőszakvédség megalapozott gyanújának megállapítására. Tekintettel arra, hogy a férfi és egyben családapa említett viselkedését kiskorú gyermekei is gyakran tapasztalták, ezért cselekménye alkalmas, kiskorú veszélyeztetése büntet megalapozott gyanújának megállapítására is. Nem tett eleget a jogerős bírósági határozatban előírt tartási kötelezettségének az a baksi férfi, aki 2015. szeptember 1 napjától nem fizetett gyermektartásdíjat, ezért cselekménye alkalmas tartási kötelezettség elmulasztása vétség elkövetésének megalapozott gyanújának megállapítására. Őrizetbe vette a Kisteleki Rendőrkapitányság azt a 37 éves kisteleki férfit 2016. április 15-én a kora délutáni órákban, aki több bűncselekmény elkövetésével is megalapozottan gyanúsítható. Több alkalommal ablakbetörés módszerével hatolt be ingatlanokba, ahol lopással, rongálással okozott kárt, de attól sem riadt vissza a bűnelkövető, hogy más személy azonosítására alkalmas igazolványát maga után hagyva, tévedésbe ejtse a jóhiszemű motorkerékpárját eladásra felkínáló sértettet, vagy fizetés nélkül távozzon gépkocsijával az üzemanyagtöltő állomásról, továbbá jármű önkényes elvétele büntet gyanúja miatt is folyt már a férfi ellen büntető eljárás. A kisteleki férfi előzetes letartóztatását kezdeményezte a rendőrség. Április 11-én megnyílt Hódi Katalin festőművész kiállítása a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskolában. A műsorok és a beszédek után stábunk a helyszínen Katalinnal készített interjút. Itt vagyunk Hódi Katalin kiállításának megnyitóján a Kisteleki Művészeti Iskola kiállító termében. Ezek a képek gondolom egy nagyobb gyűjtemény része. Miért ezekre esett a választás? Valójában tényleg nagyon sok képen van otthon, és a bőség zavara volt, amikor kiválogattam a képeket, mert egy festőnek minden képe ugye kedves, olyan, mintha a gyereke lenne, de valami szempontot azért föl kellett állítani, hogy egy egységes kiállítási anyag jöjjön össze. És én oda mennék vissza, hogy az ember, ahogy halad előre a korral, bölcsül, kíváncsibbá válik, kezd befelé is figyelgetni, és nem csak a körülötte lévő dolgokat, hanem ami azon túl is van, kezdi próbálni fölfogni, értelmezni. És az utóbbi időben nagyon sok olyan esemény ért, ami a figyelmemet a szakralitás irányába fordította, és ez irányba elmélyedtem, olvasmányaimban, ismereteimet bővítettem, és úgy gondolom, hogy ezek jönnek át a képeimen. Tehát nem konkrétan megjelenítve formában angyalok, istenek, hanem
úgy gondolom, hogy a technikával, a színekkel, a formákkal ezt sikerül megvalósítani, és ez volt a célom. Mióta foglalkozik egyébként festéssel? Festéssel gyerekkorom óta foglalkozom, és ezt köszönhetem édesanyámnak, akinek nagyon ügyes keze, és nagyon jó lelke, és nagyon jó fantáziája volt mindig. És ő volt az, aki először ceruzát adott a kezembe, papír, ő volt, aki rajzolgatott nekem, és ez folyamatosan épült föl. Tehát a dicséretek a kisgyereknek nagyon fontosak. Aztán iskolakoromban megerősítettek, gimnáziumban még tovább léptem ezen a területen, és volt egy olyan szándékom is, hogy a képzőművészet területén fogok tovább tanulni, de az nem jött össze. Óvónő voltam 40 évig, de eközben mindig, ahogy engedte az időm, foglalkoztam a rajzolással, a festéssel, és egyre tudatosabban, tehát körülbelül 20 éve tudatosan autodidakta módon, illetve mesterek segítségével tanulom és csinálom. Mik azok a főbb témák, amiket a festészetben érint? Igazából mindenféle érdekel. A tájképek úgy gondolom, amik a legkönnyebben megalkotható dolgok, tehát lemásolni a tájat, kiülni, és ezek után kezd az ember elmélyedni más témákban is, nem csak lemásolni a valóságot, hanem átalakítani a fantáziával, és tehát átírva a fejben megalkotni, és nem csak a tájakat szeretem, hanem egyre inkább az embereket, az érzelmeket próbálom megragadni, tehát nem fényképszerűen, nem a látvány lemásolásával, hanem az érzelmeken keresztül. Melyik a kedvenc képe? Hát ez mindig kedvenc, az attól függ, hogy milyen lelkiállapotban vagyok, milyen korban vagyok. Most tudnék egy képre mutatni, egy kis templom, egy kis erdélyi templom, akvarelkép, és pár foltból készült az egész, de szerintem abban benne van minden, ami az én lelkemben. Április 23-án szombaton, május 1 vándorkupa sakversenyt rendeznek Pusztaszeren. A verseny részletéről és a pusztaszeri sakkéletről Sági Mihályt kérdeztük. Hétvégén újabb sakverseny lesz Pusztaszeren. Pontosan mikor és hol lesz ez a verseny, és mit érdemes erről tudni? Mindenkit nagyon nagy szeretettel várnánk Pusztaszeren. A futballpálya öltözőjében rendezzük meg ezt a versenyt. Ez egy verseny, ez egy hagyományos, május 1-ére szóló vándorkupa tulajdonképpen, amelyet 2013 óta újítottunk fel, és április 23-án 9 órakor kezdődik a verseny. Időre történik a verseny, tehát sakkórával, és annyi időre lesz megszakítva a verseny, még délben elfogyasztjuk az ebédet. Várhatóan 7 fordulós svájci rendszerű lebonyolítású lesz. Éremdíjazás és a helybeli versenyzők között, ami eddig is hagyomány volt, van mint említettem, egy vándorkupa, amelyet most újra kiírtunk, hisz 2015-ben, aki harmadszor megnyerte, az elviszi ezt a kupát. Ez a kupa most újra kezdődik 2016. május 1-ére. Hogy miért korábban rendezzük, és nem május 1-én, annak az oka, hogy május 1-én előtte ballagások vannak, és senki nem tudta volna vállalni ezt a versenyt, hogy erre a versenyre eljöjjön. A pusztaszeri sakkélet néhány éve élet újjá, és korábban azért nagy sikereket is elértek ezek a csapatok. Mesélj kérlek erről az időszakról. Hát tulajdonképpen Pusztaszeren régi hagyománya van a sakknak. A rendszerváltás előtt mind a település önkormányzata, mind a TS támogatta a különböző sportokat, és köztük ezt a nagyon erőfeszítéssel járó szellemi sportot, a sakkot is. Általában a járási és megyei versenyeken vettünk részt, nagy-nagy sikerekkel, hisz jellemző volt a településünkre az, hogy kb. 10-12 olyan sakk tudásra rendelkező volt, akik azonos felkészültséggel rendelkeztek, és mindegy volt, hogy csapatversenybe vagy egyénibe indultunk. Ez általában a megyei és a
járási versenyeket évről évre megnyertük. Sajnos a rendszerváltáskor ennek vége szakadt, és 2013-ban a mostani polgármester úr közreműködésével kezdtük újjáépíteni, hisz meghirdették 2013-ban, hogy 2000 fős lakosságú települések alatt írnak ki egy országos versenyt. Ezen a versenyen minden megyéből egy csapat vehet részt. Hát gondolják el, hogy jelenleg a megyében 29 olyan település van, amelyiknek a lakosság száma 2000 fő alatt van. Innet 2013-ban a pusztaszeri csapat jutott el az országos ászári versenyre, ahol a 19 megyei csapat közül, én büszke vagyok rá, a 11. helyezést szereztük meg. És akkor hazafelé jött az, hogy építsük újjá pusztaszeren a sakkot, és ma már 10-12 fővel állandóan jelen vagyunk, minden hétfőn sakkozunk, és ez a előbb említett április 23-ai verseny is ennek hagyományaként van, hisz van évente tavasszal van egy elhunyt kollégánk nevével egy dobár emlékverseny, illetve május 1-i verseny. Szoktunk rendezni október 23-ára az egy családias összejövetel, valamint a karácsony kupa. Ezeket a versenyeket rendezzük meg. Ezen kívül eljárunk különböző településekre, meghívásos versenyekre, köztük Nagykanizsára, ahol a szenior korú vehetnek részt, ami azt jelenti, hogy 60 év felettiek. Nem szép sikert értünk el, de sokszor azt mondják ránk, hogy nem a eredmény, hanem a részvétel a fontos. És a településünk népszerűsítése, illetve a megismerése, más emberekkel való találkozás is ma már létfontosságú dolog. Erre a 23-ai versenyre, aki nézi ezt, vagy tudomást szerez erről a versenyről, mind plakáton, mind esetleg ezen a műsoron keresztül, mindenkit szeretettel várunk pusztaszeren. Most következő mesefelolvasásunkban a Kőtörő című japán népmesét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! A Kőtörő. Japán népmese. Régen-régen élt egy szegény ember, aki minden áldott nap kijárt a nagy sziklás hegyek közé, ott egy nagy csákánnyal egymás után fejtette ki a leghatalmasabbnál hatalmasabb kövek darabokat. Szállította be a városba az embereknek, hogy házat építsenek belőle. Nem volt ebben a falujában, aki nálánál ügyesebben tudott volna köveket fejteni. Szívesen is vették tőle a városiak. Ő úgy, ahogy, de szegényesen megélt ebből. Hosszú ideig élt így boldogan, sorsával megelégedetten a szegény ember, nem irigyelte mások gazdagságát, eszébe se jutott, hogy ő élete talán folyhatna könnyebben is. Egyszer csak kiment a hegyek közé, és ott a hegyek között élt egy szellem. Megtalálta őt munka közbe. Mit gondolt, mit nem? Oda telepedett a szegény ember mellé. És a szegény ember csak dolgozott serényen, dolgozott, egyszer csak a szellem elkezdett vele beszélgetni. Össze-vissza beszélt mindenfélét. Alig győzte hallgatni a szegény kőtörő, hogy így, meg úgy, majd ő megsegíti varázslattal. Olyan gazdaggá teszi, hogy minden ember, amilyennél még csak el se tudja képzelni. Csóvált a fejét a szegény ember, egy hangot se szólt. Nem tetszett neki ez a különös dolog, ott is hagyta a szellemet. Ment a városba, vitt egy csomó követ egy nagy, gazdag embernek, hát amint, hogy bemegy a szobájába, lát olyan szép dolgot, amilyet ő még soha-soha, még álmában sem látott. Ettől a perctől fogva olyan nehéznek és olyan szegénynek tűnt föl a sorsa, hogy örökösen búslakodott, békétlenkedett magába. Egyszer csak fölsóhajtott. Ó, bárcsak gazdag ember lehetnék, aludhatnék olyan ágyba, amelynek ezüstös függönye van, meg aranyos rojtok rógnak róla. Egy hang szólalt meg a feje felett. Meghallgattam a kívánságodat ezentúl,
gazdag ember leszel. Nézett a szegény ember mindenfelé, hogy vajon ki szól hozzá, de sehol senkit nem látott. Gondolta, hogy talán csak képzelődött. Fogta a csákányát, indult vele hazafelé, mert semmi kedve nem volt már a munkához se. Hát, amint hazaért, szeme szája elállott a csodálkozástól. A fakunyhó helyett, amelyben eddig lakott, a ragyogó, tündöklő palota állott. Benyit a fényes palotába, és nagy boldogsággal a szegény ember hátott mit lát? Egy olyan ezüstös, aranyos ágyat, amelyre vágyakozott. No, szegény ember rögtön belé is feküdt. Jól aludt. Reggelre még azt is elfelejtette, hogy ő valaha valamit dolgozott. Henyélt egész nap, sétált leföl a szobában, egyikből a másiba. Nézegetett ki az ablakon, úgy töltötte el az egész napját. Erősen unalmas volt ez biz, nem is tudta, hogy mit a szokás ilyenkor, hogyan kell az idejüket eltölteni a gazdag embereknek. De segíteni nem tudott ezen, csak emésztette a dolog. Egyszer csak nagy, forró, meleg nap tört rájuk, sütötte úgy a palotát a nap, hogy majd megsült benne a szegény ember. Aztán kidugta a fejét az ablakon. Hát, ha egy kis friss szellőcske fújna arrafelé, ím éppen akkor robogott arra a herceg kocsija nagy büszkén. A herceg feje fölött egy aranyos napernyő tartotta az árnyékot. Ó, bár én is herceg lehetnék, sóhajtott fel a kőtörő. Lenne ilyen gyönyörű fogatom, meg ilyen gyönyörű aranyos napernyőm. Kívánságodat meghallgattam, és teljesítem. Hangzott ismét a hang. Légy ezentúl herceg! És úgy is lett. Ahogy a szellem akarta, herceg lett a szegény kőtörőből, skarlátpiros ruhás, aranysújtásos szolgák állottak sorfalat előtte, mikor gyönyörű fogatával az aranyos napernyőjével kocsizni indult. A nép csak úgy tolongott utána, hogy bámulja a gazdagságát. Büszke is volt a kőtörő a hercegségére, de amint így kocsizott, keresztül kasul a városon egész nap, hiába tartotta maga fölé az aranyos napernyőt, mégiscsak keresztül sütött azon a nap. A napsugarak meg napról napra feketébbé tették az arcát. Mérgelődött erősen a szegény ember ezen, hogy a nap mégiscsak nagyobb úr, mint ő, és így sóhajtott fel. A nap mégiscsak hatalmasabb, mint én. Ó, bár én is csak az lehetnék. A hegy szelleme ezt is meghallotta, és megszólalt a feje fölött. Meghallgattam a kívánságodat, te léz ezután a nap. Úgy is lett. A kőtörő boldogan küldte le égető sugarait a földre, perzselte ki a hatalmas forróságával a zöld füvet. Megrepesztette a földet, feketére sütötte a hercegek és a szegény emberek arcát is. Boldog volt, mert úgy érezte, hogy most már igazán ő a leghatalmasabb a világon. De egyszer csak egy felhő közeledett, hozzája és eléje húzódott, ő nem látott többé semmit. Nem küldhette a sugarait a földre. Hát ez a rongyos felhő hatalmasabb, mint én, kiáltott föl dühösen. Nos, akkor felhő akarok lenni. Kívánságodat teljesítem, szólt a hang. Rögtön felhővé változtatta a kőtörőt. Ezentúl ott lebegett a nap és a föld között. Öntötte a vizet magából, boldogan látta, hogy hatalma akkora, hogy a földön ismét virágzik, zöldellik minden a nagy forróság után. Öntötte a vizet napokon, heteken át, a patakok kiárattak a medrükből, elöntötték a vetétreket, elvitték a falvakat. A felhő boldogan látta, hogy az ő hatalma elől nincs ám semmi menekülés. De egyszerre csak egy sziklára pillantott, amelyen azelőtt olyan szorgalmasan dolgozott. Az állott szilárdan, megingathatatlanul, ott magában. Csodálkozva kiáltott fel a felhő. Hát a szikla erősebb, mint én. Ó, bár csak az lehetnék. Ismét meghallotta a szikla szellemének a szava.
Teljesítem a kívánságodat, légy szikla! Boldog volt a szegény ember, napsütötte, eső esett rá, őt ugyan nem zavarta. Úgy érezte, hogy most már igazán ő a leghatalmasabb a világon. Ám egy reggelen nagy ütéseket érzett a fején. Oda pillantott, hát egy ember vágta a köveket csákányával, szakadtak le egymás után a kődarabok. Roppant félelem reszketett át minden részén, és szomorúan mondta. Hát egy földi emberke hatalmasabb lehet, mint én. Ó, bárcsak még egyszer én is az lehetnék. Légy hát emberré, ha úgy kívánod, szólt ismét a szikla szelleme. Hozzá is lett egy nagy szempillantás alatt, azzá tette, boldogan kezdte ismét fejteni a köveket a szikláról. Soha többé nem gondolt arra, hogy hatalmasabb legyen annál, mint ami. Szorgalmasan dolgozott, kemény ágyon aludt, fakunyhóban lakott, s mégis elégedett, boldog volt mindig. Sokszor hallgatózott ezután is, hogy vajon szólítja-e még az a hang, a szikla szelleme, de soha-soha nem hallotta többé a hangot. A most következőkben a Kókán megrendezett országos vadorjó karata bajnokságon készített felvételünk második részét tekinthetik meg. Yeah.
Hétfőn a Kistáki sportcsarnokban került sor a 4. korcsoportos diákolimpiai megyei kézlabda döntőjére, ahol a döntőben a kistáki lányok az algyói csapattal mérkőztek meg. A most keletkezőkben ezt a meccset tekinthetik meg. Yeah.
Yeah!
Thank you.
Következő adásunkat április 26-án, kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!